Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jela Jászmin Grace vagyok, fő témáink néhány mondatban. Nemzeti összetartozás napja, Tolna vármegye több településén is megemlékeztek a tragikus évfordulóra. Családok versenyeztek Szekszárdon, a legügyesebbek személyautót nyerhetnek. Színes programmal várták dolgozóikat, családi napot tartott a Tamási cég. Regői lovasnapok, közel 40 versenyző indult a fogadhajtás kategóriában. Tolna vármegye szerte vettek részt a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából szervezett megemlékezéseken. A trianoni békediktátum aláírásával Magyarországot történelme legnagyobb sorscsapása érte, területének több mint kétharmadát, lakosságának pedig közel 65%-át veszítette el. Katonai hagyományőrzők közreműködésével tartottak Szekszárdon megemlékezést vasárnap a trianoni békediktátum aláírásának 103. évfordulója alkalmából. A program részeként a helyi Bezerédi István Technikum diákjai adtak műsort. Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere arról beszélt a megemlékezők előtt, hogy Trianonnal hazánk mérhetetlen károkat szenvedett el, és mint akkor, most is nagyhatalmi játszmák áldozata lehet Magyarország. Nekünk mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy ezt meggátoljuk és megakadályozzuk, mert a történelmük során áldozatból volt bőven, úgyhogy a beszédemben is elmondtam, hogy megbűnhődte már a nép a múltat és jövendőt. Bonyhádon már pénteken elhelyezték az emlékezés koszorúit a trianoni emlékműnél. Itt Filó Tamás történelem földrajz szakos tanár mondott beszédet, amiben kiemelte, hogy a városban több a békediktátumhoz köthető emlékhely is található. Az itt élő nemzetiségek megszenvedték a háborút, annak következményeit. A svábokat kényszermunkára hurcolták a Szovjetunióba, majd elzavarták őket szülőföldjükről. A székelyeket kitelepítették Bukovinából, majd menekülniük kellett a háború elől. A felvidéki magyarokat megbélyegezték, majd kitelepítették szülőföldjükről. A bonyhádi, sváb, székely, felvidéki magyar emlékművek ezeknek a szörnyűségeknek állítanak emléket, akárcsak az országzászló. Ha azt kiáltom, hazám, mit kiáltok akkor? Kiáltom harcokban megfáradt nomád népek nyugalmát, kiáltom bezúduló, még vadhadak pusztító dúlását. Tolnán a Hűsök terén zajlott az összetartozás napi megemlékezés, ahol először Komáromi János szavalta el Hazám című saját versét. Az eseményen Weiss Péter, a helyi gimnázium történelem tanára szólt a jelenlévőkhöz. Egyebek mellett arról beszélt, hogy a felmérések alapján egy dologban legalább egyetértés van a nemzeten belül, mégpedig, hogy aki magyar, annak fáj Trianon. Ha fájdalmat érzünk az elszakított honfitársaink iránt, az tehát azt is jelzi, hogy van még mi fájjon. Hogy még mindig kapcsolódunk egymáshoz ezer kis idegszálon keresztül, amiket továbbra is melengetnünk, ápolgatnunk kell. Ha nem teszünk semmit, elhalnak. A rendezvény zárásaként a jelenlévők megkoszorúzták a trianoni emléktáblát. Közel az idő, amikor az európai vezetők igazat adnak a magyar békepárti álláspontnak, hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök. Kiemelte, a nyugati vezetők olyan mértékig lovalták bele magukat abba, hogy az ukrajnai háborút meg lehet nyerni, a jelenlegi módszerrel, hogy erről a háborús ösvényről lejönni nagyon nehéz lesz. Én biztos vagyok abban, hogy nincs messze a pillanat, amikor azt fogják mondani, az igazság, hogy a magyarok jól látták, nekik volt igazuk. Az elejétől fogva a békére kellett volna törekedni. És ez egyre inkább így lesz, mert látszik, hogy még a legjobb esetben sem lehet jobb eredményt elérni a frontvonalon, a csatamezőn, mint amely eredményt el lehetett volna érni ukrán szempontból már a háborút megelőzően tárgyalásokkal. És a háborút megelőzően tárgyalásokkal is el lehetett volna érni valamit. Vagy nem lehetett volna jobbat elérni, mint háborúval, akkor mi végre volt a háború? Ezek a súlyos kérdések, ezek egyre közelebb kerülnek a döntéshozókhoz. És amikor megérkezik ez a kérdés, és asztalra kerül, akkor azt fogja mindenki mondani szerintem, hogy a békepártiaknak volt igazuk.
Háborús időkben olyan költségvetést igyekeztünk megtervezni, ami az eddig elért eredményeket garantálja, elsősorban az ország biztonságát, megvédi a családokat, a nyugdíjakat, a munkahelyeket és a rezsicsökkentést is, fogalmazott a jövő évi büdzsével kapcsolatban a pénzügyminiszter. Varga Mihály rámutatott, hogy a jövő évi költségvetés középpontjában a rezsivédelem és a honvédelem megerősítése áll, ezért is nevezik védelmi büdzsének. A tárcavezető elmondta, hogy az országnak olyan alapjai vannak, amelyek tartalékként is funkcionálnak és segítik a biztonságpolitikai célokat. Példaként említette a rezsivédelmi alapot, amely segíti a családok, az önkormányzati és állami szervek a vállalatok rezsiszámláinak kifizetését, amelyben most 1360 milliárd forint van, és azzal számolnak, hogy nem merítik ki ezt teljesen, hiszen ha az energiaárak tartósan a mostani szinten maradnak, akkor megtakarítása is lehet az országnak. Felborult egy kis busz hétfőn, a jármű a 6-os számú főúton Szekszárd irányába ment, amikor a 142-es kilométer szelvényben ismeretlen okból az oldalára borult, ezzel két sávot elfoglalva. Az autót vezető 55 éves pécsi férfi figyelmetlensége miatt nem az út vonalvezetésének megfelelően haladt, az elsődleges információk szerint könnyebben sérült. Családok versenyeztek hétvégén Szekszárdon, különleges közlekedésbiztonsági feladatokat kellett megoldaniuk. A rendőrség által szervezett programon a győztes tovább jutott az országos döntőbe. Nem mindennapi feladatokat kellett teljesíteniük azoknak, akik jelentkeztek erre a megmérettetésre. 8 állomás helyen oldhattak meg feladatokat. Ha ez sikerült, értékes nyereményekkel lehettek gazdagabbak. Mi most vagyunk negyedszer, tehát az elmúlt 3 évben is voltunk, és hát sikerült is megnyerni a helyi versenyt, úgyhogy az országos döntőbe is szerepelhettünk. Ez a cél ismét. A kihívások megoldása közben mind a gyerekek, mind a szülők jól szórakoztak, de még hasznos ismereteket is szerezhettek, nem csak a közlekedésbiztonságról, hanem akár az első segélynyújtásról, bűnmegelőzésről is. A rendőrség célja az volt ezzel az akcióval, hogy minél fiatalabb korban tanítsák meg a gyerekeknek, hogy biztonságosan közlekedni csak a szabályok betartásával lehet. Mind a szülők, mind a gyerekek kell, hogy versenyezzenek. A szülőknek van autóvezetés, ügyességi pálya, városi vezetés, gyerekeknek van kerékpáros ügyességi pálya, illetőleg közösen oldanak meg kresztotókat, más ügyességi feladatokat, illetőleg van még elsősegélynyújtás, a katasztrófavédelem munkatársai is egy állomáson ott vannak. A nap győztese a Molnár család lett. Ők azok, akik bejutottak a szeptember elején tartandó országos döntőbe, amit Visegrádon tartanak majd. Fődíja pedig egy személygépkocsi lesz. Az Egyesült Nemzetek Szervezete június 5-ét a Környezetvédelem Világnapjává nyilvánította 1972-ben. Ennek célja, hogy felhívja a figyelmet a környezet szennyezés tényére, annak következményeire próbálja előmozdítani az együtt gondolkodást, a közös cselekvést. Helyi nemzeti szintű események, világméretű rendezvények szervezésével kívánja elősegíteni a környezetvédelmi célok megvalósulását. Ehhez a naphoz világszerte 150 ország csatlakozik számos regionális vagy helyi aktivitással. A hétvégén Városi Gyermeknapot rendeztek Tolnán. Egyebek mellett a Tolnai Háló Közalapítvány és a Családsegítő Központ, a Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató, a Barátság Szeretett Szolgálat Alapítvány és a helyi tűzoltók is közreműködtek abban, hogy a fiatalok jól érezhessék magukat. Többek között lehetett kézműveskedni, légvárban ugrálni, de volt lehetőség arcfestésre, népi játékokra, tájékozódási versenyre, illetve pónilovaglásra és számos más szórakozási lehetőségre az Altaripa Szabadidő Parkban a Tolnai Duna partján. Szombaton másodjára tartott családi napot a Tamási Hús Kft., amelyen a Gerlinger Holding ügyvezetője Péter Schulz is részt vett. A rendezvényen minden korosztály számára biztosítva volt a jó hangulat. Hétvégén került sor a Tamási Hús Kft. Családi napjára. Az eseményen pompomlányok, egy mazsaret csapat, színes műsor, a kicsiket pedig ugrálóvár és egyéb játékok szórakoztatták.
Korábban karácsonyi vacsora volt csak a dolgozóknak, ahol mindenkit meghívtunk, és most tavaly volt az első családi nap, ami elég jól sikerült, és ugye a tavalyi évhez képest idén dupla a résztvevőknek a száma, mert annyira jól érezték magukat tavaly a dolgozók, és főleg a gyerekek, meg a család, hogy akkor idén sokkal többen jöttek el. A cégnél több mint 450 ember dolgozik. A vállalat 2007 óta van jelen Tamásiban, és természetesen nem a szombati volt az első ilyen alkalom. A rendezvényen részt vett Péter Schulze, a Gerlinger Holding ügyvezetője is, aki stábunknak elmondta, miért tartják fontosnak a családi nap megszervezését. Rendkívül fontosnak tartom, hogy vissza is adjunk valamit azoknak, akik egész évben a cégért dolgoznak. Elengedhetetlen a jó kapcsolat, és az, hogy itt hozzátartozókkal, barátokkal találkozzunk. Nem csak egy embléma szeretnénk lenni, hanem ténylegesen a családokkal időt eltölteni. Minden korosztály számára jó kikapcsolódást jelentett a szabadtéren tartott rendezvény. A héten 13 vármegye 441 településén több mint 90 ezer hektáron írtja a szúnyogokat a gyérítési program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, közölte az OKF hétfőn. Azt írták, a kifejlett szúnyogok ellen elsősorban földi permetezéssel védekeznek, platós gépjárműre rögzített berendezéssel jutatják ki a készítményt az esti-éjszakai órákban. A következő napokban a Duna mentén, a Sziget közben, a Dunakanyar településein és Szekszárd környékén találkozhatunk ezekkel a járművekkel. Szúnyoggyérítést terveznek Baranya, Borsodabau üzemplén, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna vármegyében, Sopronban és a környékbeli településeken. A kifejlett szúnyogok elleni védekezés a települések lakott területein történik. Az időpontok megtalálhatók a katasztrófavédelem honlapján, de az érintett önkormányzatok egyedi értesítést is kapnak, amely alapján tájékoztatják a lakosságot. Regőnyben idén 21. alkalommal tartottak lovasnapokat. Az eseményen több kategóriában indulhattak a versenyzők. Sokan ellátogattak a jó időben a rendezvényre. Regőnyben június első hétvégéjén kerül sor a hagyományos lovasnapokra. A kétnapos rendezvényen különböző kategóriákban, például fogadhajtás és vadászhajtás, állhatott rajthoz a 38 főként Tolna megyei versenyző. 21. alkalommal került megrendezésre a regői lovas napok. Ennek az előzménye egy baráti összejövetel volt, és ebből nőtte ki magát egy ilyen nemes versenyre. Három kategóriában indulnak a versenyzők. C kategóriás kettes fogadhajtás, póni fogadhajtás, illetve D kategóriába. Most idén először rendezünk egy negyedik kategóriába is, az egyes fogadhajtás, ez egy külön igényük volt a C kategóriában versenyzőknek, hogy legyen egy egyes fogadhajtás is. A szervezők ízletes ételeket és italokat árusító sátrakkal várták a közönséget. Mi kijárunk ide Regőbe a fogadhajtó versenyre, én is fogadhajtó vagyok. Minden évben itt szoktunk lenni, már 22 éve van itt fogadhajtó verseny. Össze Szüreti Fesztivál van, Szüreti Fesztiválra szoktunk jönni. Regői, én Szakályi vagyok. Én nagyon keveset tudtunk készülni, mert sokat dolgoztunk, de megpróbálunk minél többet, én is, öcsém is. Megpróbálunk felváltva hajtani, vagy együtt. Hát igazából hobbisták vagyunk, pár versenyre tudunk csak eljutni. Örülünk, hogy itt lehetünk ismét. Regőiek vagyunk, helyben vagyunk. 95 óta hajtok. És voltam többször országos versenyen, fedeles bajnokságokon, négyes fogatot hajtottam, 2000-ben aktívan, 2007-ig aktívan mentünk pályán, nagyon sok serleget első helyezettem volt. Most már igazából azt mondom, hogy a tinédzsereket segítek nekik, amiben tudok. A 21. regői lovasnapok első része sok érdeklődővel, jó hangulatban, szép időben telt. A regionális híreink következnek. Új raktárépület és hűtőház, közel 1 milliárd forintból fejlesztett a pécsi élelmiszerforgalmazó cég. Liftezés helyett lépcsőzés, akció az egészség és a környezet tudatosság jegyében. Francia judós a köztársaság téri iskolában, cél a sportág és a francia nyelv népszerűsítése. Közel 1 milliárd forintból fejleszthette telephelyét az egyik legnagyobb pécsi élelmiszerforgalmazó cég.
A GINOP, valamint a kutatási fejlesztési programnak köszönhetően a vállalat új raktárépületet és hűtőházat hozott létre. Napjainkra már 16 kamionnal végzik beszállítói tevékenységüket Baranya és Tolna vármegye vállalkozói számára a gasztronómia területén. Kormányzati támogatással hajtott végre hatalmas fejlesztést az egyik legnagyobb pécsi élelmiszerforgalmazó cég. Közel 1 milliárd forintból új raktár és hűtőház épült a vállalat telephelyén. A GINOP és a kutatási fejlesztési programnak köszönhetően valósult meg a beruházás. Pécsi Halker Mireli Depo Kft. Az egyike azoknak a sikeres hazai tulajdonú vállalkozásoknak, amelyeknek az elmúlt időszakban kormányzati támogatásokkal tudtak fejleszteni. Baranya vármegyében az elmúlt időszakban mintegy 29 milliárd forint értékben érkeztek a gazdaságfejlesztési innovációs operatív program keretében támogatások a zömében kis és közepes hazai baranyai tulajdonú cégekhez, versenyképességet növelő fejlesztésekhez, beruházási támogatásokhoz, új üzemcsarnokok építéséhez. A vállalat egyébként 12 éves fennállása óta 11 főről 85 főre emelte dolgozói létszámát, 2-ről pedig 16 kamionra emelte logisztikai kapacitását, évi 6 milliárd forintos árbevétellel büszkélkedhet. Kínálatukban megtalálható minden olyan termékkör, ami egy konyha üzemeltetéséhez szükséges, mirelit és előhűtött alapanyagok, száraz áru, tej és húskészítmények vegyi áruk. Azt mondhatjuk, hogy a Halker Mireli Depo Kft. Mára a tulajdonosok eltökéltségének és a jó időben érkező kormányzati fejlesztéseknek köszönhetően egy olyan sikeres vállalkozássá vált, amely közel 90 pécsi, Pécs környéki baranyai polgárnak biztosít munkalehetőséget, és a térség közétkeztető vállalkozóinak, szociális intézményeinek, illetve éttermeinek az egyik legkomolyabb beszállítójává vált. Őri László hozzátette, céljuk, hogy innovatív helyi cégek adjanak új lendületet Baranya gazdasági fejlődésének. Erre pedig jó példa ez a beruházás is. Zöld lépések az egészségért, lépcsőz velünk te is. Ezzel a szlogennel indított akciót a Pécsi Zöld Egyetem. Céljuk kettős, a mozgás egészség megőrző szerepére, illetve a lift használat mellőzésével az energia megtakarítás és a környezeti terhelés csökkentésére hívják fel a figyelmet. A résztvevők almát kaptak jutalmul a szervezőktől. Almát kapnak azok a könyvtárlátogatók, akik lift helyett a lépcsőt választják. Ez látható az UNIF TV felvételein, amit a Tudásközpontban vettek fel május 31-én a kihívás napján. Az akciót a PTE Zöld Egyeteme szervezte. Mindenkit arra biztattunk, hogy az egészség és jólét fenntartható fejlődési cél megvalósítása érdekében lift helyett közlekedjen a lépcsőn, ahol és amikor csak lehetséges. Ezt a Zöld Lépések az Egészségért lépcsőz velünk te is kampány keretében tettük. A kampánynak a fő célja, hogy rendszeres mozgásra és nem utolsó sorban a lift használat mellőzése okán fel nem használt energia előnyben részesítésére sarkolja az egyetemi hallgatókat és dolgozókat, illetve az egyetem telephelyekre látogatókat. A kampány első helyszínei a kancellária, valamint a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont voltak. Ősszel pedig majd az egyetemi karokon és a kollégiumokban terveznek akciót a kihívás népszerűsítésére. Kulcsár Tünde azt mondja, szívesen vettek részt a májusi eseményen a dolgozók és a hallgatók is. Nagyon vidám hangulatra tudtuk inspirálni a munkatársakat ezáltal. Almát kínáltunk fel azért, hogyha ha valaki mondjuk a lift helyett a lépcsőt választotta. A Tudásközpontban ugyanez ez a visszajelzés érkezett. Meglepődtek, hogy most mi is ez, amivel előrukkoltunk. Igazából nem kellett győzködni senkit. Amúgy szívesen döntött amellett, hogy az egészsége érdekében tegyen lépés. Több százan vettek részt a májusi akcióban a szervezők szerint. A Pécsi Zöld Egyetem program 2016-ban indult. Célja, hogy a fenntarthatóságra, a fenntartható gazdálkodásra hívja fel a figyelmet akcióival, illetve a tudományos oktatás segítségével formája erősítse az ökológiai tudatosságot.
A riói olimpiai játékok aranyérmes dzsúdósa érkezett Pécsre. A francia Emily Andéol a köztársaság téri általános iskolában tartott bemutatót, ahol a PVSK és az iskola növendékeivel találkozott. A program célja a sportág és a francia nyelv népszerűsítése. Az iskolának ez a programja pécsi Alliance Française-zel évtizedek óta tartó kooperációnak köszönhető. A pécsi köztársaság téri általános iskola harmadik osztályába jár ez az Iker páros. A lányok már 2 éves koruk óta kedvelői a dzsúdósportnak. Nekem így megtetszett, mert hogy lehetett dobást felvétel, meg lehetett gyakorolni, meg lehetett versenyezni, és nekem ez egy nagyon tetszett. Ugyanezért is, meg apukám is ezt a sportot csinálja, és én is nagyon szeretem. A program során a PVSK és az iskola növendékei együtt dzsúdóztak, vettek részt az oktatásban, a bemutatóban mintegy órán át. A riói olimpiai játékok aranyérmes dzsúdóbajnoka, a francia Emily Andéol elmondta, olyan iskolákba szeretne menni a sportágat oktatni, ahol francia nyelvet, francia kultúrát is tanítanak a gyerekeknek. A sport az egész világon ma már elmondható, hogy minden nemzetnek a kultúrájához tartozik. Nagyon örülök, hogy itt lehetek olimpiai bajnokként és dzsúdósként is. Ez egy kooperációnak köszönhető, hogy több magyarországi iskolában meglátogatom azokat a gyerekeket, akik franciául tanulnak. Az iskola évtizedek óta kiválóan együttműködik a pécsi Alliance Française-zel. Az ő közvetítésük által találtam az emelt szintű francia oktatás nyújtó pécsi iskolára. Az utánpótlás is fontos dolog, többek között ezért is járom az iskolákat. A sport értékeit és lehetőségeit is bemutatjuk ilyenkor a gyerekeknek, és azt is, hogyan kezelem, ha valakivel konfliktusba kerülök. A bajnokot elkísérte a Francia Judo Szövetség elnöke, a pécsi Alliance Francis igazgatója és a budapesti francia intézetből az oktatási attasé is. Az oktatási intézményben az emelt szintű francia nyelvtanítás sikert hozott diáknak és az iskolának is. A DELF prim nyelvvizsgát tett tanulók közül a köztér lett az országban a legjobb. Ez a mostani judós program is a nyelvtudásnak köszönhető. Az iskolának nagy izgalom, hogy egy ilyen vendég érkezett. A gyerekek rettenetesen komolyan veszik azt, hogy egy olimpiai bajnok, hogy egy franciául beszélő valaki, hiszen egy francia tagozatos iskola vagyunk, és ez egy nagy motiváló erő a gyerekeknek, hogy tudják ezt itt használni. A sportban meg azt gondolom, hogy annyi érték és annyi olyan pozitív dolog van, ami a mi munkánkat segítheti, hogy ez egy nagyszerű lehetőség a gyerekeknek. A köztér 50 francia nyelvet tanuló diákja vehetett részt a programon, amelynek célja a sport, a francia nyelv, illetve a francia kultúra népszerűsítése volt. Ezzel egy kicsit készültek a jövőre megrendezendő párizsi olimpiára is, tette hozzá Kis Attiláné francia nyelvtanár, az emelt szintű francia nyelvoktatás vezetője. Az iskolában számos rangos program szolgál a tanulók játékos színvonalas fejlesztéséhez. Ez a nap is ezt igazolta, hiszen május 31-én például bemutatkozott a köztér az ANK színpadán. Végül mutatjuk legfontosabb Tolnavár megyei híreinket még egyszer röviden. Nemzeti összetartozás napja, Tolnavár megye több településén is megemlékeztek a tragikus évfordulóra. Családok versenyeztek Szekszárdon, a legügyesebbek személyautót nyerhetnek. Színes programmal várták dolgozóikat, családi napot tartott a Tamási cég. Regői lovasnapok, közel 40 versenyző indult a fogadhajtás kategóriában. Kedden általában erősen felhős lesz az ég, átmeneti napos időszakokkal, kifejezetten fülletté válik a levegő, de kellemes lesz a hőmérséklet. Délelőtt kevés helyen lehet eső, délután viszont már egyre több felé alakulhatnak ki záporok, zivatarok, éjszaka alapvetően erősen felhős marad az ég. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!